Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 5-én teli hold lesz. Ez azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben van. Az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, ez a teli hold a mérleg jegyében van. És eléri a kármikus csomót két út. Ez a lefele mozgó kármikus csomó utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben, jelent egy spirituális területet, és utal a mi érzelmeinkre is. A mérleg jegyében igazságról van szó, és párkapcsolatról van szó. Az a fontos, hogy meglegyen a belső egyensúly és a harmónia. Amikor egy új hold van, vagy egy teli hold van, és a hold eléri a kármikus csomót, ebben az esetben mindig finsternisről van szó. Ezúttal egy hold finsternis van, amit itt Európából nem érzünk, nem látható, tehát nem Európában történik ez meg. Így azért érezzük ezeket a kármikus témákat, viszont ez a finsternis nem ránk hat ki, hanem ott, ahol azon a területen, ahol látható, ahol érezhető ez a hold finsternis. Ami fontos most ennél a teli holdnál, a teli hold megvilágít valamit, mégpedig azokat a témákat, amit a mérleg jegye szimbolizál, a művészetek, egy szép környezet, a béke, az igazság és a párkapcsolat. Azon kívül van ezen a napon egy gyönyörű kapcsolat Jupiter bolygó és Vénusz bolygó között. Ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Az indiai számítás szerint Jupiter bolygó a kos jegyéből hat, és Vénusz bolygó az ikrek jegyéből. Itt a tűz és a levegő eleméről van szó, és ez harmóniában áll egymással. Jupiter bolygó ugyanazon a fokon van, mint Vénusz bolygó, tehát megvan egy kapcsolat a két bolygó között, ami szerencsét hoz a szerelemben. Ezen a napon, május 5-én este 11 órakor tartok egy szertartást. Amennyiben szeretnél részt venni ezen a szertartáson, a téma ugyanaz, amit ez a teli hold így közöl velünk, a mérleg jegyéből, és ez a szerelmi energia. Itt legyenek változások, különösen, ami a párkapcsolatot illeti. Mint egy energiai egyensúly, a díjam ennél a szertartásnál személyenként 4000 forint. Örülnék, hogyha jelentkeznél erre a szertartásra. De még szeretnék valamit közölni, ami szintén fontos. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. Ez a teli hold a Visakha holdházban van, és Visakha az indiai mitológia szerint a tűz istennője. Itt van egy változás, itt tisztázódnak bizonyos dolgok, hogy mindaz, ami nyomaszt vagy szomorúvá tesz, a szimbolikusan elégethetsz, illetve magad után hagyhatsz. És mindaz, ami fontos, azt tartsd meg, és akkor itt lesz ez a tisztító hatás, ezek a változások, ezt közli a Visakha holdház. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!